A Ciszterci Szent István Gimnázium mindig is kiemelt figyelmet fordított a környezettudatos szemlélet és az egészséges életmód népszerűsítésére. Ezért is szerették volna, ha a diákok többsége kerékpárral érkezik az iskolába. Igen ám, de nem volt hová elhelyezni a kétkerekűeket. Több gyerek az előző tanéveknél is kerékpárra jött iskolába, és az év elején szülők fele feltettük a kérdést, hogy támogatnák-e azt, hogyha a gyerekeik kerékpárral jöhetnének az iskolába. A felmérés azt mutatta, hogy nagyon sokan támogatták, vállalják a szülők a felelősséget, és a következő gondunk az volt, hogy akkor hogyan oldjuk meg, hogy ezt a sok kerékpár kultúráltan tárolni tudjuk. A kérés nyitott fülekre talált. Egy szabadegyházi cég vállalta magára az álom megvalósítását. Nekik köszönhetően mostantól 60 kerékpárt tárolhatnak kényelmesen az iskola udvarán a Ciszter Gimnázium diákjai. Az unokáinktól kaptuk kölcsön a földet, úgyhogy erre vigyáznunk kell. És egyik szép példája ennek ez a kerékpártároló. Egy ilyen kis építménnyel tulajdonképpen egy rövid számítás alapján 180 tonna széndioxidot tudunk megspórolni egy tanévben, ami jelentős, mert hogyha sok ilyen kis lépést teszünk, akkor sokkal jobbá válhat mi ettől a föld. Az iskola és a vállalat együttműködése azonban itt nem ér véget. A jövő tanévtől a környezettudatos nevelés jegyében a megújuló energiaforrások tekintetében is változásokat terveznek. Előadások keretében tudhatnak meg többet a diákok a fenntartható környezetről.